szlovák tengerpartnak is becézett Adriánál próbáltunk utána nézni annak, milyen az, ha valaki Horvátországban nem nyaral, hanem itt él és dolgozik. Ovdje možda malo, mi ćemo inače izaći, onda ićemo u Split, pa ti slobodno dođi i možeš ti ručat slobodno. A horvát nyelv hangzásába Beslics Anna Máriának köszönhetően hallgathattunk bele, aki a kedvelt tengerparti üdülőhely Split egyik külvárosában, Stobrečben látott vendégül bennünket. Anna Mária egy kelet-szlovákiai községből, Deregnyőről származik. Dalmáciába először ő is csak turistaként érkezett. Most van 15 éve, hogy én először jártam itt Horvátországban. Igazán az édesapám ötlete volt, jöjjünk el ide erre felé nyaralni, mert azelőtt inkább jártunk Nyugat-Európában, Svájc, Németország felé, és akkor 2007-ben eljöttünk ide Trogir mellé kirándulni, és következő évben 2008-ban is eljöttünk, és akkor ismerkedtem meg igazán egy itteni dalmát fiúval, és akkor 2009-ben töltöttem itt az első nyarat, és utána 2012 elején költöztem ide. És nekem az volt a fontos mindenképp, hogyha turista vagy, ugye akkor lehet, hogy angol nyelven megérteted magad, de hogyha itt akarsz élni egy úgynevezett idegen országban, akkor szerintem fontos az, hogy megtanuld ennek az országnak a nyelvét. És engem például nagyon zavart az, hogy bekapcsolom a horvát rádiót, és nem értem, hogy milyen időjárás lesz holnap, mert gyorsabban is beszélnek, és például vannak ezek a nyelvjárások, itt a dalmát nyelvjárás, vagy akár a spliti nyelvjárás, ami szerintem egy zágrábi teljesen másképpen beszél. És én mindig mondom, hogy szerintem én splitiül tudok, vagy dalmától jobban, mint horvátul. A magyarban és a horvátban egyébként sok a közös szó, ezt már séta közben tudtuk meg Anna Máriától. Ott a básony, ott a vitéz, ott a sétálni, ott a krumpli, ezek mind majdnem egyforma szavak. Igen, és a kifelé például ugyanazt jelenti horvátul, hogy kifelé. És ez még volt a kosító halott, és egyszer a macskának mondta, hogy kifelé. Mondom, micsoda, beszél magyarul, azt, hogy ez horvát szó. Mondom, ez nem horvát szó, ez magyar szó. Ez szerintem egy ilyen kis zöld szigetnek is, egy félszigetnek is lehetne nevezni Splitbe. Tényleg itt egy hatalmas erdő, körbe strandokkal, hajókikötőkkel, mármint egy kisebb hajókikötőkkel, és tényleg gyönyörű kilátás lehet a környező szigetekre is, és a másik oldalon pedig itt a kastellákra. Én csodálkozom, hogy itt egyáltalán van turista, hiszen ez egy olyan helynek tűnik, amit véletlenül nem fedez fel az ember. Igen, viszont több helyről is fel lehet ide jönni. Igaz, hogy elég sok. És elég hosszú lépcsősor vezet ide felfelé, viszont több helyről autóval is elég közel fel lehet jönni. Csak mi szerencsések voltunk, hogy gyalog jöttünk. Nézzünk ki! Split belváros, elég az óvárosra itt. De ez itt az a belváros, ha jól tudom, most különböző ilyen 3000-en laknak itt a belvárosban. Az nagyon kevésnek tűnik. Ahhoz képest igen. Ahhoz képest, hogy egy 200 000-es városról beszélünk. Igen, valamennyivel kevesebb, igen, körülbelül. Split Dalmát megyében körülbelül egy ilyen 220 magyarról tudunk, akinek már állampolgársága is van. Ebből a Split városában körülbelül egy ilyen 100-an vannak. Viszont ezen kívül még nagyon sok olyan magyar van, akinek még nincsen állampolgársága, és nincsen sehova bejelentve. Lehet, hogy egy ilyen tartózkodási engedélye van, ugye az szükséges, viszont én is tudok olyanokról, akik sokkal hosszabb idő óta laknak itt, és még nincsen állampolgárságuk. Úgyhogy igazán pontosan úgy nem tudjuk, de sokkal többen. Van egy magyar egyesület, ez most már lassan egy ilyen 28 éve. Hogy így fennáll. Most egyébként az egyesületnek az alelnöke vagyok, és mindemellett még Splitvárosnak a magyar képviselője. Hogy magyar képviselője vagy, tehát külön van egy ilyen státusz, hogy magyar képviselő vagy? Igen, van megyei szinten is, és városi szinten is. Igen, és akkor így, mint képviselők, így van egyébként a makedónoknak, a szerbeknek, az albánoknak. Tehát az egyes nemzetiség. Minden nemzetiségnek szinte, akik itt vannak, és azt hiszem, hogy egy 100 főnek kell lennie a városban, vagy megyei szinten, aztán úgy többnek, és akkor lehet képviselője, sőt, ilyen tanácsa is. Ez nagyon érdekes, mert én Horvátországot egy ilyen nemzetállamnak képzeltem el. Igen, így egyébként tényleg eléggé nacionalisták, ha lehet szabad így nevezni a horvátokat, akiknek tényleg a horváton érzetük az eléggé erős, heves, neki is lehet talán nevezni. Sőt, a férjem is azt mondta magára, hogy ő nacionalista, aztán lett egy magyar felesége, és itt a szobában a Nagy Magyarország térképet ő akasztotta fel. Úgyhogy itt szerintem ugyanúgy, mint magyarok, szlovákok, bármilyen más nemzetiség között, szerintem a horvátok között is vannak, akik meg tudják érteni, és megértik akkor, hogy miért jó az, hogy például egy ember több nyelvet is beszél, vagy miért jó az, hogyha megérti ő is a más nemzetiségűeket, és hogy ez a több, sokféle nemzetiség miért jó, hogyha egy helyen is van,
és ez a horvátoknak is ez szerintem egy többletet ad. Nekünk pedig Anna Mária szolgált sok többleti információval spliti sétánk során a város magyar vonatkozásaival kapcsolatban. Itt vagyunk most a Perisztilen. Ez volt a Diocletianus idejében és a központi tér. Ez, mint a nevéből is ered, ez egy oszlopokkal körülvett tér. És itt van rögtön mellette Splitnek az egyik jelképe, ez lenne a Szent Újmó székes egyház. Ez magyar szempontból azért fontos, mert a tornyát magát magyar királynőknek az adományából építették fel. És kívülről magyar királyoknak és királyi család tagjainak a szobrai, képei övezték. Mindemellett itt a bejáratnál, ahogy mielőtt megyünk a templomba, itt van két oroszlán, a kapunak két oldalán, és a bal oldalán két nemes között negyedik Bélának, a feleségének, Laskaris Máriának egy ilyen kicsi szobra látható. A másik oldalon a két nemes között szintén ott negyedik Bélának volt egy kicsi szobra, viszont ott már csak egy görög állarc van, mivel a splitiek körében nem volt annyira közkedvelt személyiség, mivel ideig üldözte a tatár, úgyhogy azt aztán lerombolták, leszették. Megemlíthetjük Móra Ferencet, akit mint szegedi írót ismerünk, de mindemellett ő tagja volt a Szolini, a Szalonnai Régészeti Társaságnak is, és az ásatásokban is részt vett, és van neki a műve az aranykoporsó, amit szintén ez a Szent Újmó székes egyház így vetett. Mit kellett még megszoknod a nyelven kívül Horvátországban? Az itteni temperamentumot, az itteni mentalitását az embereknek, nem tudom, vagy lehet, hogy én jöttem egy olyan közegből, ahol az emberek kicsit halkabban beszélnek, nyugodtabbak. Itt emlékszem egy ebédre, egy szélesebb körű család jött össze, és olyan hangosak voltak, mindenki, mintha veszekedett volna. És most nem tudtam, hogy most veszekszenek, most örülnek egymásnak, vagy nem tudom, egyszerűen nekem az úgy kicsit sok volt, nekem ezt kellett igazán akkor megszoknom. Mint az olaszok? Nagyjából. Igazán, mint egy szappanapora kell, és közben úgy éreztem magam. Úgyhogy tényleg ez a temperamentum, ez a kicsit hevesség itt szerintem jellemző. Mindemellett viszont ez a ráérünk arra még, szintén jellemző itt ez a lassan, mint itt mondanák poláko. Otthon én nem emlékszem arra, hogy akár amikor munkába jártam, vagy iskolában, valahogy szüleim kapcsán is, hogy mi leültünk volna csak úgy valahol kávézni. Elmentünk esetleg egy cukrászdába, megettünk egy süteményt, és akkor jó. Itt szinte mindennapos az, hogy elmennek kávézni, akár a tengerparton, persze adott a helyi tengerpart, és tényleg az a kultúrának egy nagyon, nagyon jó rész. Úgyhogy igazán mondhatnám azt, hogy ez itt lezserebb. Van olyan, amikor idegenvezetőből turistává válsz? Van, természetesen. És mióta itt vagyok, hiába itt vagyok 10 éve, én nap mint nap szintén tanulok. Úgyhogy igyekszem tényleg, amikor csak lehetséges, helyiekkel, akár a városból levőkkel, vagy akár itt a környékbeliekkel is elbeszélgetni, akár bizonyos történetekről, mert ők azért mégiscsak itt laknak, lehet, hogy generációk óta a családjuk is itt lakott, aztán nagyon sokszor hallunk érdekességeket, amit akár külföldre érkezőknek nagyon szívesen elmesélünk. Hajduk nélkül nincs Split, ez a legnagyobb foci csapat ugye itt Splitben. Ez a Hajduk vagy Lantozó, ez a Splitben a legrégebbi fagy is. És hogy áll most a tabellán a Hajduk, mert én nem tudom. Azt hiszem most egészen jól áll, azt hiszem, hogy nem vártan jól áll, ha minden igaz. Amennyire követem, annyira nem nagyon követem, de szerintem most jól áll. És említetted, hogy külön születésnapja is van, vagy napja igen, is van? Igen, február 13-án ünnepli a Hajduk a születésnapját, igen. Mit ajánlanál, vagy mit tanácsolnál azoknak, akik mondjuk fontolgatják azt, hogy Horvátországba költözzenek, mondjuk, mert annyira tetszik nekik a hely, az ország, a millió, mire kell odafigyelniük, mire kell vigyázniuk? Gondolják végig azt, hogy mennyire tudnak talán alkalmazkodni egy itteni, egy akár kultúrához, akár az itteni, nem tudom, mindennapos élethez. Mert tényleg egy kicsit másféle. Nehéz új életet kezdeni Horvátországban, vagy vannak valamilyen mankók, vannak valamilyen nekem segítség? Azért nehéz volt. Igazán, hogyha így visszatekintem, mindig mondják, hogy bátor dolog volt. Nyelvtudás hiányában először az idegenforgalomban dolgoztam. Voltam hotelnek egy recepcióján dolgoztam, itt Dugopoljén. Aztán egy idegenforgalmi irodában voltam. Utána volt egy-két építészeti cég, ahol ilyen adminisztrációs munkát végeztem, és aztán jött a kislányom, úgyhogy itthon voltam 2 évig vele, aztán megint visszakerültem egy utazási irodába. Mi az, amit hazavinnél Horvátországból, és szeretnéd, hogy otthon is úgy működjön, mint itt? Talán ezt a kicsit lezserebb gondolkodást. Én tényleg szüleimtől egy elég szigorú keresztény nevelést kaptam, és úgy tényleg évek kellenek ahhoz, hogy
meglássam azt, vagy átgondoljam most még így szülőként is, hogy, hogy tényleg néha nem muszáj, hogy minden pontosan annyira időre, nem tudom, minden tényleg a terv szerint menjen. Néha lehet, hogy egy kicsit nyugodtabban, vagy akár hogyha nem is csinálom meg mindent az időre, tényleg lehet, hogy én is átvettem kicsit ezt a dalmát gondolkodást. Ma nem porszívózunk, felporszívózunk holnap. Ha most nem volt időnk megcsinálni valamit, megcsináljuk holnap. Lehet, hogy semmi baj sem fog történni, és tényleg nem történik semmi baj. Úgy lassan úgy mondom, hogy két otthonom van talán. A hazám és az szülő otthonom az mindig Kelet-Szlovákia lesz. Viszont ha most már egy hétnél azért tovább vagyok bárhol, akkor azért most már ez az itteni hiányzik, és hiányzik a tenger is. A tengerbe bukó napkorong láttán ezt minden további nélkül elhisszük Anna Máriának. Legközelebb észak felé vesszük az irányt, sorozatunk következő részében Norvégiába látogatunk.